mint két évtizedes múltra visszatekintő bajai anyanyelvi táborba a bácskai szorványból érkeztek alsó tagozatos kisiskolás gyermekek július 6-a és 10-e között. A tábor legfőbb célja, hogy a gyermekek anyanyelv és magyarság ismeretét erősítse kiváló programok keretében. 23. alkalommal szervezzük meg idén. Nyugatbácskából összességében 43 tanulóval kezdtük meg az idei eseményt. Bombastal, Bezdámból, Daraszlóról, Nemesmirítésről, Zomborból érkeztem. Ezek jellemzően ugye olyan települések, ahol viszonylag kis létszámúak a magyar osztályok. Megtanultunk szépen rajzolni, magyar zászlót csinálni és ceruzat. Tartót. Egy emlékbefőttet készítünk a gyerekekkel. Egy papíron lévő befőttes üveg sémába belerajzolhatják, vagy beleírhatják a legkedvesebb emléküket, amit itt a táborban szereztek. Lerajzoltam, hogy alvás, mert nekem tetszett az alvás, meg a barátomat. A Rákóczi Szövetség logóját próbálom, hogy nekem mindig nagyon szép emlék volt ez a tábor. Nagyon jók a programok, tanulhatunk új dolgokat. Melyik család kúriája volt ez a főtéren található épület, ami később a városháza lett? Kaptunk egy feladatot, hogy keressünk ilyen helyszíneket, és oldjuk feladatokat, keresztrejtvényt. Nem találtunk kincset, de kaptunk jutalmat, fagyiztunk. Az utolsó este egy ilyen drámajáték előadás az, amit megcsinálnak. Mi a Gyavi bírót adjuk el, én vagyok a Mátyás király. Elrendelnék kinek a Gyavi bírót, hogy a Gyavi bírót. Az címe. Itt a Nyugatbácskában halászlé az ünnepi eledel, úgyhogy ma este közös halászléfőzés.